Petőfi. Hírneve és dicsősége nagy. Egyébként. Dombóváron a Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium órarendjében egy napra tantermi színházi előadás, szünetszínház, rendhogyó irodalmi és drámaóra, interaktív művészeti produkció, művészeti verseny és tehetségkutató foglalkozás szerepelt. Hát a mai napon egy irodalmi és drámapedagógiai témanapot tartunk, a Dériné Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a jóvoltával, ugye ez állami támogatással megvalósuló program, hát ez körülbelül ilyen 2 milliós összegű az, ami ma itt zajlik, és gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeztek, vagy drámapedagógusok, vagy a színházakból színészek, tehát a kaposvári Csiky Gergelytől, Pécstől, Budapesttől, de Egerből is érkeztek, úgyhogy tényleg valóban ez egy nagyon színes paletta, és a legfontosabb az, hogy a gyerekek hogy lássák azt, hogy az irodalom az értékes, az nem egy halott dolog, hanem élő, hogy a betűk, amik a papíron vannak, azok számukra nem sokat jelentenek ma már ebben a nagyon digitális, nagyon képi világban, ugye ez egy unalmas dolog, de itt most minden megjelenik, minden élővé válik, a versek zenével együtt, és bevonva őket, tehát, hogy ők nem kívülállók, tehát nem az irodalmon kívüliek, nem a színházon kívüliek, hanem ők is részei ennek a kultúrának. És hát ahogy olvastam is a programban annak idején, ami számomra fontos volt, hogy egy értékteremtés is a céljuk. Tehát, hogy más értéket is kapjanak, hogy lássák, hogy más érték is van, nem csak az ő világuk, a mai világ, hanem hogy ez fontos, és ezt tovább örökítsék. Mert hogyha ők ezt nem tartják értékesnek, akkor hogyan fogják majd a következő nemzedéknek azt mondani, hogy olvas verset, olvas Kosztolányit, olvas József Attilát, hogyha ők maguk nem tartják értéknek. Június közepéig, végéig tart a program, és hát nagyon örülünk neki, hogy sikerült egy olyan időpontot találni, meg kicsit már meg is ijedtünk, hogy későn nevezünk be rá, hogy sikerült olyan időpontot találni, ami a művészeknek is megfelelt, ugye a szervezőknek is, és hát, hogy az iskola életébe is, mert ez az évvége, ez egy kicsit így az érettségik, a vizsgák és minden, ugye osztálykirándulások egy kicsit sűrű, de szerencsére sikerült, és ahogy én láttam, a gyerekek rendkívül élvezték. Tehát az, hogy ők is tényleg belettek vonva, tehát nem csak így kívülállóként nézték, ez különösen tetszett nekik, úgyhogy én remélem, majd várom a visszajelzéseket tőlük, de én remélem, hogy nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Nagyon boldogok vagyunk attól, hogy mi is részesei lehetünk, mert én úgy gondolom, hogy ez egyedülálló. Tehát ma ilyet, hogy nem mi megyünk el a színházba, nem mi megyünk el megnézni, hanem ő jön, tehát gyakorlatilag a hegy jött a Mohamedhez, de ez történt itt most, ma, a mai napon, és ez mindenképpen rendkívül meg felemelő. Az én számomra legalábbis, aki ilyen irodalom meg színházrajongó, annak úgy gondolom, hogy ez egy felemelő érzés. A 33-as tanterembe lépve a népdaltól az operáig egy interaktív zenei beavatóba csöppenhettünk, ahol a diákok történeteken keresztül ismerhették meg a műfajok sokszínűségét és játék módon a saját ismeretükre építve juthattak el a népdaltól a klasszikus zene fellegváráig. 8-10 éve gondolkodunk azon, hogy lehetne a középiskolásokhoz kulturális tartalmat eljuttatni, vagy kompetenciafejlesztést, és pont az igazgatóra beszéltük, hogy a frontális oktatásnak gyakorlatilag már, ha lehet úgy mondani, befellegzett, tehát hogy egyre nehezebben tudják a gyerekeket a pedagógusok frontális oktatáson keresztül kompetenciákkal erősíteni, és a mi programunk pont arról szól, hogy élménypedagógiai módszerekkel, színházzal, tánccal hozunk el kompetenciát gyakorlatilag a középiskolába. A fő profilunk nekünk a közösségi kompetenciának az erősítése és a fejlesztése. Nyilván emellett természetesen az élmény nyújtása. Tehát akik ide bejönnek, és aztán a nap végén elmennek, azt szeretnénk, hogy egy pozitív színházi és művészeti élménnyel távozzanak, és egyébként nem mellesleg úgy építjük föl a témanapot, hogy a közösségkompetenciákat tudja erősíteni a
produkciók és a programok láncolata. Itt drámaórától kezdve, rendhagyó irodalomórán át, operán keresztül, színházi előadáson át, pantomim előadáson át nagyon sokféle produkció van. Föltérképezzük az iskolát, hogy milyen osztályok vannak, milyen évfolyamok, nemzeti alaptantervet is nézzük, hogy ki éppen hol tart mondjuk az irodalom terén, és ez alapján állítjuk össze, bekérünk egy nagyon komoly adatsort az iskolától, hogy hány osztály van, mekkorák a termek, és gyakorlatilag lemodellezzük a rendezvényt az iskolába. Alapvetően ez egy rendezvény, tehát hogyha itt bejöttök, látjátok, hogy különböző installációk vannak, rollapok, hosteszek, tehát hogy a gyerek megérkezik a saját intézményébe, de mégis aznap olyan, mintha egy rendezvénye lenne, bemegy a saját osztály termébe, de ott mégis valami más van, mint amit egyébként megszokott. Ugye a középiskolások nagyon nehezen tudjuk őket elvinni rendezvényekre, programokra, színházba, ezért nyilván adta magát, hogy akkor mi jövünk. Tehát, hogy ez az alapkoncepció a Kultapnak, hogy az iskolába visszük az iskola létszámának, infrastruktúrának megfelelően a produkciókat. Közel 50 produkciót mozgatunk, ebben nyilván benne vannak a drámaórák, a színházi adások, rengeteg együttműködő saját produkcióink is vannak, saját drámatanári karunk van, de rengeteg együttműködő partnerünk van, például a Kaposvári Színház, akik most itt vannak egy produkcióval, a Pécsi Nemzeti Színház, a Győri Nemzeti Színház, és nyilván a Dériné program saját társulata is hoz színházi adásokat. A középiskola igazgatója fontosnak tartja, hogy a diákoknak a jövőben is legyenek színházi és művészeti élményeik az intézményben. Nagyon örültünk ennek a megkeresésnek, amikor értesültünk erről a programról, mert oktatási intézményként azt gondolom, hogy nem csak az a feladatunk, hogy tanítsuk és oktassuk a diákokat, hanem neveljük is, és a kultúrára való igényességet, ennek a gyökereit, a magjait igyekszünk ezáltal is elvetni. Úgyhogy én ezt egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom, és bízom benne, hogy a következő években is sor tudunk keríteni egy ilyen napra, egy ilyen kulturális napra az iskolában. A diákok részéről úgy lehet, hogy nagyon pozitív a fogadtatás, bementem több ilyen interaktív előadásra is, és nagyon élvezték a gyerekek. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel olyan pluszt kapnak ők, amit semmilyen más körülmények között nem tudunk biztosítani. A Kultap országos roadshow mottója: belenősz a kultúrába.